Jó napot, jó napot! Elég érdekes dolgok láttak a napvilágot. Tehát először is rögtön úgy indul az egész, hogy képzeljétek el, hogy kaptam egy videót, hogy Wisconsinban milyen sok Kamala Harris-es ilyen, tudjátok, amit leszoktak tűzni a földre, ilyen tábla van kitéve. És utána néztem, hát Wisconsin az eleve egy elég érdekes állam, mert ugyebár hát majd a választáson is meglátjuk, hogy ki, mi fog kiderülni. Na de így utána néztem ezeknek a dolgoknak, és egy internetes ilyen írások azt mondják, hogy fiatal aktivistáknak fizetnek pénzt, és megmondják nekik, hogy melyik az a cím, ahova ki lehet rakni, elhagyatott ház, vagy éppenséggel nem ott laknak, vagy éppenséggel csak nyáron jönnek oda-vissza. És az aktivisták rakják ki ezeket a kis leszúrható kis táblákat, hogy Kamala Harrisre akarnak szavazni. Nagyon sok Donald Trumpos van kint, ugyebár, de van olyan, ami 2020-ból maradt kint, de nagyon-nagyon sok, főleg az autópálya mellett. Csak olyan fura volt nekem, hogy és utána rámentem az internetre, és megnéztem más ilyen hintázó államokat, hogy ott is mi történik, és ott is ilyen dolgok vannak. És érdekes módon ezek a hintázó államokban, most nem tudom, hogy Gyoros Susi bácsi, vagy éppenséggel más, de valaki fizeti ezeket az aktivistákat, hogy ezeket a táblákat lenyomják a földbe, és akkor ott van. Na most itt több kérdés az, ami az agyamban, de mondom, ez egy összeesküvő elmélet lesz megint, az agyamban megfordul, és az egyik az az, hogy miért menne Kamala Harris a Fox News-ba, hogyha a Trumpos szurkolókat, Trumpos választókat nem tudja megfogni, nem fogják nem fogják átváltani a szavazatukat. Ez az egyik. A másik, hogy a Fox Ba, amikor bement Kamala, kapott volna egy órát, hogy kifejtse, amit akar mondani, de neki nem kellett egy óra, fél órát mondtak, hogy annyit tud maradni, de aztán a fél órát levitték 25 percre, majd igazából 20 perces volt az interjú. Tehát a kérdéskört is le kellett vinni 20 percre. Most az itt a kérdésem, hogy miért ment be Kamala Harris, hogyha ő nem akarta volna bebizonyítani azt, hogy ő mennyire jó elnök jelölt. A másik fele pedig az, hogy láthatjuk azt, hogy ő csak úgy oda került. Tehát nem szavazott rá senki. Itt próbáltam így megfejtegetni a dolgokat, meg minden, és meghallgattam majd 9-szer a riportot. Valami megcsapta a fülemet nagyon. Várt egy olyan pillanatra, amikor elmondhassa azt, hogy ő Donald Trump-al szembe fel fog lépni nagyon keményen. Tehát ez egy olyan volt, hogy próbáltam mindig úgy mondani, hogy a Donald Trump, tehát igazából azt hangosította, hogy Donald Trump tehet igazából mindenről, meg hogy Donald Trump van rajta izén a választócetlin, nem pedig Joe Biden, és amikor megkérdezték tőle, hogy mi az, amit ő meg akar változtatni, mert mindig kitért a válasz elől, mindig egyetlen egy dologba állt csak bele, hogy ő már pedig teljesen ellen fog állni Donald Trumpnak, és mindent meg fognak érdekében tenni, hogy Donald Trump a demokráciával szembe ne tudjon menni. Na most itt a demokráciával szembe nem Donald Trump akar menni, hanem a globalista, liberális oldal meg elit, és nagyon rosszul áll a szénájuk. Na most, ha ezeket a dolgokat összeteszem, és mondom, lehet, hogy ez egy összeesküvés elmélet, lehet, hogy én gondolom túl, csak hogy ennyi hírt nézek, meg már ennyire, nézzétek meg, hogy ugye már Kamala Harrisnek nem volt túl sok ideje, hogy felépítsék a kampányát. És erről beszéltem is, hogy olyan embert fognak odarakni, amiről nem lehet olyan nagyon sok rosszat elmondani, vagy nem annyira volt aktív a politikában, de mondom, én azt hittem, hogy Obama feleségét fogják oda tenni. Nem ő lett oda téve, de állítólag ő ezt visszamondta. Na de most akkor próbáljuk meg lekövetni ezt. De mondom, ez csak az én agyamba hamisítják azt, hogy mennyi ember akar Kamalára szavazni, ahogy kirakják a táblákat. Elképesztő mennyiségű propagandát nyomnak Kamala Harris mellett, pedig nagyon rosszul állnak a számai. Nagyon nagy, és ezt ők is tudják, hogy nagyon szarul állnak a számai. Minden hollywoodi sztárt, akit csak tudnak, beépítenek mögé. Hollywood is tudja, hogy nagyon szarul állnak a számai. Mindenki tudja. Behívják mindenféle tévéadásba, ahol leszerepel Kamala Harris, tehát megássa a saját sírját tulajdonképpen politikailag, és még mindig nyomják. A TikTokon embereknek fizetnek azért, hogy Kamala Harris reklámozzák. De kinek? Tehát,
ha nem akarnak rászavazni az emberek, akkor kinek reklámozzák? Van egy érzésem, hogy itt a hintázó államokat el akarják csalni. Tehát láthatjuk azt, hogy az előző elnökválasztásba is beleszóltak, ugyebár. És van egy olyan érzésem, hogy ebbe az elnökválasztásba is bele akarnak szólni. A hintázó államokat akarják elcsalni, és az előre szavazás és a postán szavazás által ők pontosan tudják előre a számokat. És ami a érdekes még, hogy ugyebár több millió illegális ember jött be. Ezeket az illegális embereket, ugyebár azért tudjuk, hogy FBI meg egy CIA az tudja meg, amit akar. És olyan érdekes, hogy Donald Trump rak ide, aki ott volt ugyebár a marlagói golfpálya körül, a Nightlog, volt egy jó pár telefon, meg GoPro, és azt mondta az FBI, meg a rendőrök, meg a nem tudom kicsoda, hogy nem tudták föltörni a telefont, és nem tudják megnézni, hogy kivel, mivel, meg kivel üzengetett. Na, elmondok nektek valamit. Nekem megtart egy haverom, a rendőr, a PIN kódját a srácnak, a nyomozó, nem az a rendőr, aki kijött helyszínen, a nyomozó, az 10 perc alatt sem fejtette meg. Azt mondta nekem, hogy igazából az e-mail szám alapján ők ezt ki tudják nyitni. Persze nem mondják el senkinek, hogy meg miféleképpen, és amikor a telefont visszadta a rendőrség, akkor oda volt írva egy papírra, rá volt ravasztva a PIN kód, hogy ez a PIN kód, és akkor bárki bele tud nézni, aki utána megkapja a telefont. Szóval, és ennek az embernek nem tudták, aki meg akarja gyilkolni az Amerikai Egyesült Államok elnök jelöltjét, nem tudják kinyitni a telefonját. Ez egy baromság. Tehát, amit én gondolok, mondom, lehet összeesküvés elmélet. Nagyon sok ember beengedtek az USA-ba, illegálisan, és ezért Kamala, meg Joe Biden, meg Obama, ezért ők nagyon oda voltak, hogy ezeket az embereket beengedjék. Ezek az emberek nagyon sok börtönviselt. Olyan börtönviselt, hogy lehet embertörnek, lehet, hogy több év börtönt kapnának. Na most mi van akkor, hogyha, ezt már elmondtam egy másik videóban, mi van akkor, hogyha ezeket az embereket kiképzik mondjuk fegyverhasználatra, és beteszik őket mondjuk a Nemzeti Gárdához, vagy mondjuk a katonassághoz. És egy nagyon érdekes törvény az elmúlt napokban lett áttolva, és durván lefordítom a törvényt, de nézzetek utána, nem kell nekem hinni, nézzetek utána. És pont most lett elfogadva 21-22 nappal a választás előtt, hogy az Amerikai Egyesült Államok citizen, tehát a embereire, tehát a lakosságára, állampolgáraira, a katonaság, nem a rendőrség, a katonaság, ha kell, tüzet nyithat. Tehát lelőhetik. És át kell, tehát olvassátok el a törvényt, nehogy az legyen, hogy rosszul olvastam el, mert keresetek rá az interneten. Olyan fura, hogy ezt most fogadták el 20 pár nappal előtte. Na most mi van akkor, egy amerikai nem fog lőni? Mi van akkor, és ezt már láttuk, mert Kanadában ez van, amikor a sorfalat állják a rendőrök, nem beszélnek angolul. Kanadában. Az egyik alacsony úgy néz ki, mint egy mexikói, a másik úgy néz ki, mint egy ilyen indiai, és ott állnak rendőrruhában, még a is szarul áll rajtuk, a rendőrruha is szarul áll rajtuk, és megy végig egy nő egy kamerával, és egyik se beszél angolul, a legutolsó beszél angolul, és ez egy fekete, hatalmas rendőr. És mi van akkor, hogyha ezeket a bűnözőket, akik bűnözők voltak másik országban, megmondták neki, hogy figyelj ide, vagy visszatroncunk az országodba, vagy itt kapsz egy szavazócetlit, rászavazol arra, akire én mi mondjuk, vagy nem is tudja, hogy ő szavaz, vagy lehet, hogy másféleképpen csalják a választásban, de ezeknek az embereknek fegyvert adnak a kezükbe. És hogyha itt kijön a választási eredmény, és nem Donald Trump fog győzni, amit az emberek nem fognak elhinni emberek. Tehát ilyen nincs. Tehát itt nem lehet az, hogy nem Donald Trump győz. Tehát itt már egy vírussal, vagy egy olyan humbug dologgal, mint előzőleg, nem lehet elcsalni egy választást. Tehát itt már nem lehet úgy elcsalni egy választást, hogy jaj, hát így számoltuk, úgy számoltuk. Nem. Itt központosan kell belenyúlni, úgy, hogy itt mondjuk x millió ember, és ezeket az embereket, ezeket a 10 000 embereket elszállították hintázó államokba. Hintázó államokba elszállították az embereket, és ezeket a hintázó államokat akarják megnyerni. Na most én csináltam itt egy számolást.
azt hiszem 7 vagy 8, igazából 7 hintázó állam van, de abból én szerintem, az én véleményem szerint csak 5 igazából hintázó, de legyen mind a 7. Ha a 7-ből csak egyetlen egyet megnyer Donald Trump, igazából Pennsylvaniát lenne a legjobb, hogyha megnyerni, akkor is ő az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Kérdés mennyire? Tehát itt mindenféleképpen azt tudni, hogy a liberális, globalista oldal bele fog nyúlni a választásba, 100%. Na most ezzel mit tudnak elérni? Azt, hogy az emberek eléggé idegesek lesznek, és ki fognak menni az utcára. Tehát most a feketék is, a latinok is, mindenki Donald Trumpra akar szavazni, mindenki. Itt a választást egyetlen egyféleképpen lehet a globalistáknak megnyerni, ha elcsalják. Na de, ha meg nem csalják el, akkor mire érdemes felkészülni? Arra érdemes felkészülni, hogy káosz fognak csinálni a világban. Szóval nem akarok ilyen vészmadár lenni, de nem állunk jól, emberek. Tehát nem állunk jól. Főleg azokban az országokban nem állunk jól, ahol liberalista vezetés van, mert azokat az országokat olyan szinten befolyásolni akarja majd az Egyesült Államok, hogy nagyon csúnya dolgok lesznek ott. És minél több bevándorlót engednek be, annál több bevándorló fog már oda gyereket csinálni, és annál több bevándorló fogja megváltoztatni a kultúrát, és megváltoztatja az egész országnak a politikai beállítottságát. Innentől kezdve az az ország politikailag halott. Politikailag azt fogja csinálni, amit az elit mond neki. És akkor van itt még egy másik dolog, hogy itt utána néztem, kaptam egy videót, kis érdekes volt, egy magyar srác csinálta különben, hogy ezeket az amerikai fegyverek, ezek mennyibe kerülnek, ez az egyik, bocsánat, hogy mennyibe kerülnek az amerikai fegyverek, meg hogy ezek a Patrióta elhárító rakéták, ezek mennyire pontosak, és mennyire precízek, és mennyire le tudják lőni esetleg a többi rakétát. Hát elmondom nektek, hogy ez egy óriás pénzkimosás. Tehát nagyon rossz a Patrióta rendszer, nagyon-nagyon rossz. Tehát nagyon nagy hiba százalékkal dolgozik, irdatlan drága, és most már bebizonyították a németek is, hogy közel nem annyira jó, mint amennyire ez el van adva. Szóval mondom, ez egy összeesküvés elmélet a fejemben, de fel kell arra készülni, hogy ezek valamiért beengedtek ennyi bevándorlót. Tehát senki nem enged be ennyi bevándorlót, főleg úgy, ha az emberek lássák. Ezek beengedtek nagyon sok bevándorlót, és a FIMA az valószínű, hogy erre költötte el a pénzt, mert valószínű, hogy a FIMA táborokban ezek a bevándorlók vannak elszállásolva. A FIMA táborok nagyon sok helyen ugyebár el vannak különítve, nem is lehet oda menni, nem is látsz oda semmi. Úgyhogy van egy olyan érzés, amikor itt évekkel ezelőtt küldtetek nekem ezeket a videókat, hogy fú, a FIMA táborban mi, meg a FIMA táborban hogy, meg a FIMA táborban így, meg úgy, meg amúgy. Hát azért, mert a FIMA táborban a bevándorlókat vitték be. Azért kellett berendezni a FIMA táborokat, azért kellett építeni a FIMA táborokat, lehet, hogy a későbbiek folyamán másra is fogják használni, de most a bevándorlók vannak a FIMA táborokban, mert hogyha kiszámoljuk azt, az irdatlan mennyiségű embertömeget, ezt számokkal összeadjátok, ennyi embert nem lehet eltüntetni. Tehát 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, nagyvárosokban 100 000, 200-300 000 el lehet, de 20 milliót nem tudsz eltüntetni. 30 milliót nem tudsz eltüntetni. Tehát 30 millió ember bejönne csak úgy a határon, az mindenhol hajléktalanok lennének emberek. Tehát ezek az emberek, ezek nem tudnának hova menni. Ezeket az állam intézi el, hogy hova viszik őket, miféleképpen próbálják befolyásolni. Ez egy politika, tehát ez egy irdatlan nagy politika, és van egy olyan érzésem, hogy most a választáson ezzel találkozni fogunk. Amúgy nagyon-nagyon rosszul áll kamerának a szénája, de ez nem jelenti azt, hogy a választásokon nem fognak neki belenyúlni a választásba, és ez nem jelenti azt, hogy az amerikai emberek bele fognak nyugodni esetleg a választási eredménybe. Hát valami, mint hogyha úgy érezném, hogy fog történni itt a választások alatt, vagy az elkövetkező egy évben, valami nagy dolog, amire nem számítottunk, tehát mondjuk a koronavírusra se számítottunk, koronavírus előtt megkérdezte volna valaki, hogy mi lesz, akkor senki nem tudta volna megmondani, hogy jön a koronavírus. Bár mondjuk azt mondtam, hogy valami gáz lesz, de én sem gondoltam volna, hogy a koronavírus fog jönni. Úgyhogy valami nagy dolog, valami nagy dobás lesz, mert a globalista rendszer nem fogja engedni, hogy elsüllyedjen. Ha már háborút csinált, óriás pénzt belerakott
fegyverekbe, írdatlan mennyiségű pénzt megpróbált, és meg is csinált kimosni izén keresztül, Ukrajnán keresztül, az Európai Uniót ugyebár befolyásolja, és hát szerintem az Európai Unió alig várja, hogy Magyarország kilépjen az EU-ból, de hát nem szabad kilépni az EU-ból nekünk, tehát azért ez nem szabad, srácok, de résen kell lenni, ez a legfontosabb. Valami olyan érzésem, valami történni fog.